Duplázott az elmúlt hétvégén a nyíregyházi együttes, 24 órán belül két mérkőzés játszott dunántúli túrája során az NKS. Szombaton Nagykanizsán léptek pályára Borza Lauráék, és a hazaiak 7 ponttal múlták felül a Kosársulit. Másnap már Szombathelyen volt jelenése Farkasinszki Gyuláni együttesének, és az a találkozó is a házigazda 7 pontos győzelmével zárult. A Nagykanizsa mérkőzésen bealudtunk az elején, tehát nem igazán tudtuk azt a ritmus fölvenni, amivel a Nagykanizsa kosárlabdázott. A későbbiekben azért próbáltunk minden tekintetben úgy agresszivitásban, mint a letámadás elleni pontosabb játékkal operálni. Sajnos nem volt elég. Tehát amikor úgy nézett, hogy sikerült fölzárkóznunk, volt közte 2-3 pont, akkor mindig vihibáztunk. Nem alakult sokkal jobban a szombathelyi mérkőzésünk se, bár ott végig partiban voltunk, a fél időben még mi is vezettünk, viszont annyira sok kinti dobást kaptunk, tehát most ugye a 3 pontos az végül is a 9 darab volt 3 pontos, de ez a 3 pontostól bentebb egy fél méterre, az ugyanúgy egy kinti dobás, abból is nagyon sokat kaptunk, tehát egyszerűen nem tudtuk azt megoldani, hogy ezekre a dobásokra kiérjünk, tehát ez az, amit javítani kell. Hát a következő mérkőzéseink ugyanilyen ellenfelekkel nem fogunk játszani. Legközelebb szombaton lép pályára az NKS, a nyíregyháziak 17:30-tól a DVTK U23-as csapatát fogadják a Szent Imre gimnázium csarnokában. A Diósgyőrnek ez a csapata ugye az a junior országos döntőre készült, edzőt is váltottak, tehát ugye nem az az edző irányítja most per pillanat ezt a csapatot, aki alapvetően szokta. Most a junior csapatnak az edzője, aki ugye szakmai igazgatója a Diósgyőrbe, ő vette át ennek a társaságnak az irányítását körülbelül egy hónapja. Okoznak is meglepetéseket, mert ugye ők is tudtak nyerni, tehát ők tudtak nyerni Nagykanizsán, ami ugye azért nagyon kevés csapatra sikerült még ebbe az évbe. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kérezett, nagyon kemény mérkőzésre lehet számítani. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFS-e második csapata vezeti 16 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 15-3-as mutatóval rendelkező kanizsai vadmacskákat. A nyíregyházi kosársuli 10 győzelemmel és 8 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást.